Ámen, ómen, ó ember, ó merő Béla, ó ember. Megnézem, de nem ígérem meg. Tizenvalány ezer forintot innek szó. Köszöntöm a könyv, könyvtár és irodalombarátokat mai könyvtári programunkon. Nagy tisztelettel köszöntöm dr. Merő Béla, rendező, színház, esztétát, a Hevesi Sándor Színház alapítójának egyikét, aki a Magyar Arany Egyemkereszt polgári tagozatának állami kitüntetését vehette át nem olyan régen, és most kérem. És akinek ma bemutatjuk kötetét Színházi törekvések falában címmel. Köszöntöm Hubics Tündét, a Pannon Tükör kulturális folyarat főszerkesztőjét. És az est moderátorát, Arany Horváth Zsuzsát. A színház azért olyan végtelenül lenyűgöző, mert véletlenszerű. Éppen olyan, mint az élet. Ezt Arthur Miller mondta, és én azt gondolom, hogy a mai alkalommal biztosan ki fog derülni, hogy nincsenek véletlenek, vagy ha esetleg igen, akkor az mit jelenthet színházi körökben, és az élet mi mindent tud alkotni, ami aztán a színház kapcsán felénk is egyfajta üzenetként fogalmazódhat meg. Én mindenkinek nagyon jó szórakozást, szép estét kívánok, és felkérem Bubics Tündét, hogy ő is köszöntse a kedves vendégeket. Köszönöm szépen, figyelmüket! És tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Pannon Tükör folyóirat főszerkesztőjeként. A Pannon Írók Társasága annak idején kettős törekvéssel hozta létre ezt az egyesületet. Az egyik törekvése a Pannon Tükör folyóirat megjelentetése volt, ugye a régió kulturális kincseinek bemutatása céljából országnak, világnak és Zalának, mi így szoktuk mondani. A másik törekvése pedig a tagtársak köteteinek kiadása fogalmazódott meg, ez 1995-ben, hogy a könyvkiadásban is otthon legyen az egyesület. Nagy öröm számunkra, hogy Bélának ez a negyedik könyve, amely a Pannon Tükör könyvek sorozatában jelenik meg, hiszen azóta nagyon sok és számtalan kötet jelent meg, de a 8 év alatt, amióta én vagyok a főszerkesztő, ez a negyedik könyve Bélának, és nagyon örülünk neki, hogy ismét egy új könyvet hallhatunk, egy új könyv születésének lehetünk tanúi. A Pannon Tükör könyvek minden éven megajándékozza a közönségét, az alai közönséget, körülbelül 3 kötettel. Az idei évben ez a 3. kötetünk, első kötetünk szerzője is itt ül, Páncél Petra, Határtalan térélmények kötetét mutathattuk be nagy sikerrel. Másik kötetet 2 hete mutattuk be, Csébi Géza Elmúlt a nyár című lengyel nyelvű verses válogatását. És hát itt az új könyv, ami büszkeségünk, tehát Merő Béla, a Színházi törekvések Zalában című kötete, a 3. idei születési kötetünk. Béla nagyon termékeny szerzőnk így, és hihetetlen termékeny a alkotóként, tehát a színház világában. A könyv azért fontos, mert tehát ez 100 év múlva is könyv lesz. Ugye a videófelvételek, a technikai felvételek, ki tudja, mi történik velük, de a könyv biztos, hogy könyv maradt, megfogható. És hát ezért is Bélának talán ez a 6. könyve, én úgy láttam, ami megjelent, megörökíti az ő igazi egyéniségét. Ha kezükbe veszik a kötetet, 5 zalai kísérletet láthatnak, amely Béla nevéhez kötődik, amelynek Béla alkotója, szülő, apja, anyja, hol ez, hol az volt. De hogyha kinyitják a kötetet, az első egy vallomással kezdődik. A szerző vallomása mindig nagyon izgalmas, mert egy olyan személyes vonást emel ki,
amiben az ember egy ilyen nyitányként egyfajta akkordot penget meg, hogy mi is lesz, amit majd olvasni fogunk, ráhangolja az olvasót. Ebben olvastam én, amivel szeretnék búcsúzni, mert nagyon kíváncsi vagyok én magam is, hogy azt írja Béla, hogy a színház templom, amelyben a színész az áldozópap. Hány áldozópapot nevelt ki? De vajon én kíváncsi vagyok, hogy vajon ki az áldozat, tehát hogy az áldozópap áldozatot mutat be, az vajon hogyan kell ezt értelmezni, hogy valójában ki az áldozat, és valójában milyen isteneknek mutatjuk be ezt az áldozatot, és kik azok, amelyek ezt a szakrális élményt felemelkedésként tudják élvezni és használni. Úgyhogy én kíváncsian várom a beszélgetést, és büszkék vagyunk, tehát a Kanon Írók Társasága és a Kanon Tükör folyóirat büszkesége ez a kötet, ami most megjelenhetett, úgyhogy gratulálunk a szerzőnek. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, a Mörcső vagyok, az Alila munkatársa, és abban a szerencsében már részt vettem, hogy Bélát pár évtizede ismerem, főleg rendezői minőségében, írói minőségében csak az újabb években kóstolgatom. A közösség összetételét nézve lehet, hogy többet is tudnak Béláról, mint én. A munkásságáról sokan vannak, akik együtt dolgoztak vele, együtt alapítottak sok mindent, színházat, színjátszó, tábort, négyebet. Nekem Béla mindig úgy van meg a fejemben, mint egy olyan ember, aki a magyarországi híres nagy generációnak a tagja, csak éppen vidéken bontakozott ki, és nem a zenében, nem az irodalomban, hanem a színházban, vagy a színházi világban, egy olyan ember, aki állandóan létrehoz valamit, nem a meglévőbe tagozódik be, hanem mindig valami újat keres, mindig valami újat szeretne csinálni, legyen az amatőr színjátszó tábor, vagy amatőr színjátszó színpad, vagy igazi közszínház, vagy különböző kísérlet, de ezeket az alapítói vágyakat ezt így az országhatáron túlra is elvitte, hiszen egy korábbi kötete, hogy a Székely Udvarhelyi Színház alapításáról szól. Az ezelőtti kötete a Találkozások címet viselte, amit szintén itt mutattunk be, amelyben megmutatta, kik voltak azok a fontos művésztársak, akik hatottak az ő művészetére, vagy egyáltalán az egész életművére. Ebben a kötetben szintén az alapítási vágyak néhány elemét kísérhetjük figyelemmel. Béla mondta, hogy volt egy inspirációja, vagy egy motivációja, ami után azt gondolta, hogy ezt a könyvet mégiscsak meg kellene írni, bár ugye a fő újságokban, meg a mi emlékezetünkben is ott vannak az előadások, ott vannak a küzdelmek, sokféle küzdelem. Mi volt ez a motiváció, amit elmondott, hogy ezt a csoklétát meg kéne írni? A Találkozások kötet bemutató után a Városi TV, én tudok hangosan beszélni, a Városi TV Szaká Eszterrel készített velem egy interjút, és az utolsó kérdése az volt, és miket csinált még itt Zalaegerszegen színház vonatkozásában. Akkor össze-vissza dadogtam, és aztán utána végig gondoltam, hogy ezt meg fogom írni. Tehát ez volt az inspiráció, mert nem raktam rendbe ezt az egészet. Tehát ilyen furcsa dolog, mert ugye itt külön fejezetek vannak ebben a könyvben, de itt nagyon sok vertikálisan, párhuzamosan fut. Tehát egy időben voltak, egyik itt, másik ott, és hát közben a hatalom változott körülöttem. Egy barátom mondta, hogy te mindig a szőnyeg sarkán álltál, csak a hatalom változott körülötted. Úgyhogy ez az igazi életperspektívám. Soha nem álltam be ebbe a sorba. Béla arról híres, hogy sikerül minden az igazság helyett igazságérzettel, vagy a véleménynek a kimondásával sikerül szinte válogatás nélkül mindenféle korszakkal szemben helyezkednie. De már csak akkor, hogyha ők szemben helyezkedtek velem. Csak ugye azt kell mondani, hogy édesapámnak köszönhetem, ez nagyon érdekes dolog volt itt
színházbaráti kör egyik vezetője, nem mondom meg a nevét, Pásztor Gizániról van szó, azt mondta, amikor betiltották a Che Guevara előadásunkat, hogy ez a Mary olyan, mint az apja. Így ott ültek hatan a nézőtéren, még a művezési házban 700 valány személyes nézőtér, és hangosan beszéltek az elvtársak a központi bizottság képviselőivel, hogy betiltották az előadásunkat. És akkor följön édesapám, hogy te mit csináltál Zalaegerszegen? Szóval hát egyszer valamikor 46-47 körül voltam érettségi elnök, és a matematika feladatnál egy valaki megoldotta rosszul a példát, és az egész osztály lemásolta. És apám fölfüggesztette az egész osztályt, és akkor le akarták fizetni, és nem sikerült. Ja, neki köszönhetem azt, hogy reggel fölkeltem, ült az íróasztalnál, este lefeküdtem, ült az íróasztalnál. Úgyhogy... Villaszülei tanárok voltak Szekszárdon, amely idegről kanyarod tudta szó elmondanát, hogy a színház felé mi vezetett téged egy pedagógus családból? Hát ez nagyon furcsa dolog, a következő könyvemben fogok erről írni, mert itt igazából a rajtam kívüli történések vannak, tehát tök mindegy, hogy én szerveztem, de nem az én, tehát annyira nem az én életem. Tehát édesanyám Székely-Derzsen született, és Marosvásárhelyen élt, édesapám pedig Felvidéken. Őket az első világháború után kitelepítették, úgyhogy oda nagyon későn mentem, mert egyetlen rokonunk nem maradt ott. Tehát mindenkiben ez meghatározó volt, hogy apámtól a szigorúságot, a rendet, a tudásközpontúságot. Édesanyám pedig verseket írt, festett, és kiváló versmondó volt. 56. október 23-án verset mondott volna a rádióba, ott ültünk és vártuk, hogy megszólal, de nem szólalt meg. Édesapám is fönt volt egy matematikai konferencián, amikor Dombóváron éltünk, és hát természetesen megkuncoltak bennünket, és részt vettek az ellenforradalom előkészítésében, és kirúgtak minket Dombóvárról. Tehát ez egy meghatározó dolog volt. És nyilván az is, hogy édesapámnak ott voltak a relikviái, hogy a Donkanyarban tüzérszázados volt, és kilőtték alól a lovat, életben maradt, és akkor elindult a vonathoz, és közben a szovjet csapatok az egész századát megölték. Ugye angol hadifogságba került Buchenwaldban, ott kézzel kellett a hullákat pakolniuk, és akkor egy angol tiszt felajánlotta, hogy mehet Dél-Afrikába, a gyémántbányájába főnöknek. Nem vállalta, hazajött. Hát csodálatos módon megúszta, mert aki nyugati hadifogságból érkezett, az ment tovább keleti hadifogságba, Szibériába. És ugye a Porfi vezérről nagyja mond valamit a neve, ugye 50-ben véletlenül emlékszem rá, hogy Pizsomás bácsi volt, jött hozzánk, akkor Palánkon laktunk Szekszárd mellett, apám ott a kollégium igazgatója volt, és felajánlotta, hogy a pécsi tűzértiszti akadémia főnöke legyen, és apám nem vállalta el. Ha elvállalta volna, fél év múlva kivégzik. Tehát ő valahogyan mindig megérezte, hogy baj van a háttérben, de én is, engem sem végeztek még kidáig. De az ott a kérdés, hogy mi vezetett a színházhoz? Hát az egy érdekes dolog. A vallomásban írott, hogy már négy évesen Dombováron Apáczai Csere János darab volt, és tudom, be kellett menni ilyen kitömött varjúval is. Az volt a szövegem, erre még emlékszem, hogy varjak, bora, varjak, annyi volt, főre puha lesz, ha megfő. Nagy sikerem volt, 4 éves gyerekként, és aztán ugye a következő az, hogy a Szekszárdon Bakatistával ülünk a színházi előadás, én filmrendező akartam lenni, és a Szent Johanna előadás, és nem akart meggyulladni a tűz, és akkor nekiabáltak, hogy használjon tüker alá gyújtós, hatalmas röhögés a nézőtéren. Én azt mondtam, hát ez nem jó, hát a színház ott van, az élő közönség, azt csinálnak, hogy akarnak. És véletlenül belesodródtam az egészbe. Különböző filmfesztiválokon nyertem díjat, tehát nagyon neves filmrendezők látták a filmjeimet, de visszaküldték a színművészetiről a felvételi papíromat, hogy először egy felsőfokú végzettséggel. És ebből lett a szombatai főiskola? Hát a szüleim elváltak, és édesanyám volt egy orvosi műhiba miatt meghalt. Én örülök neki, hogy nem vettek föl, mert ugye Bakapistával még jelentkeztem Szegedre, magyar-orosz szakra,
ahol egy kises ott ült, aki azt mondta, hogy persze József Attilát húztam is, hogy a szegediek nem örültek, amikor véleményeztem a Szegedi Egyetemet, és azt mondta, hogy úgy viselkedtem, hogy egy ifjú titán, nem veszünk föl. Mondta, hogy szexádi pacák volt, és akkor így ott voltam, és az volt a nagy szerencsém egyébként, hogy engem véletlenül mindig a színház inspirált, hogy édesanyám Romániában nem tudott tanári szakra járni, és Szekszárdon végezte el a pécsi tanárképzőt, és a könyvtárban mindig én hoztam a könyveket. Tehát hetedik végére én körülbelül azokat a kötelező olvasmányokat, nem körülbelül, minden olyan kötelező olvasmányt is, elméleti anyagot olvastam, amit egy tanárnak tudni kellett. Ennek egy példája az volt, hogy elsős gimnázista voltam, és Gorki Élin menedékei, Kelet István mond valamit a neve, a Népesintred igazgatója volt, és Mezei Éva voltak ott, és így a társaság is föltették a kérdéseket, és akkor jelentkeztem, válaszoltam, hogy az Élin menedékben rendesen fölkészültem, és végén kiválasztottak négy embert, három egyetemet végzett tanár is én voltam, 14 évesen, és természetesen én nyertem meg. Édesapám nagyon büszke volt, mert 15 könyvet kaptam jutalmul, és el is a felé is. A több irodalmi színpadnak voltunk a tagjai, majd az érettségi után a közgazdasági technikumban létrehoztam egy színjátszó csoportot, amivel a volt gimnáziumot kiütöttük a helikoni játékokra való jutástól, ezért a tanáraim meg köszönésemet se fogadták. A helikonon a harmadik helyet értünk el, ez nagyon sokat jelentett. Aztán ott ismerkedtem meg Bécsi Tamással, ami nagyon fontos meghatározója volt az életemnek, atyai barátom. Aztán ugye édesapámhoz kerültem, édesanyám meghalt, orvosi műhiba következtében, és akkor ezért mentem el Szombathelyre, mert ez csak egy három év. Na most az utolsó, két és fél év, utolsó fél év az pedig már gyakorlat volt, na, nem akarom minősíteni, hogy volt két tanárom, a Kis Gyula, aki a könyvtárban tanította a többiek fölkészületlenek volt, amit itt nem mondom a nevüket, és volt egy esztétika tanárnőnk, aki mélységesen lenézett minket, hogy Lukács tanítvány volt, és magunk ezt úgy se olvastam, hogy én olvastam. Oroszul vicceket meséltem, mert azt mondta, ki tud oroszul vicceket. Végülis nála írtam filmesztétikából a szakbúrimat, de közben Szombathelyen alapítottam az ifjúságjáról egy színjátszó csoportot, ahol diákbérletes előadás volt. Csak ugye Pilinszkit mutattunk be, ezért egy tanárnő ki akart rúgni, hogy lehet, hogy Pilinszkit a leltási időkben. Csak hát nem és ez kirúgni. Még csak a pálya elején. Nem tudott kirúgni, mert édesapám ugye a kaposvári tanítóképző igazgatója volt akkor, hogy nem tudott mit csinálni. És ugyanakkor tele volt az a következő könyvben, lesz egy ilyen közjátékok című fejezet, ahol a 3x3-asokról fogok írni. De ott is volt egy homoszexuális gyerek, akit azért vettek fel a főiskolára, hogy jelentsen. És mindig lehallgatott minket egy sráccal, aki most rendőr Bonyhádon. Ja, a falak között így volt egy üres hely, és a szekrény egyik felé, másik felé, és az én szobámból átdugtuk a mikrofont a másikból, ahol a Nagykanizsán élő srácnak vallott szerelmet, és elmondta, hogy mi van, és minden pénteken ment a rendőrségre jelenteni. Tehát ezek, ez is egy szakma. Igen, hát igen. És ezt lehet mondani, hogy Zalaegerszegre megérkeztem, és átfordul előtte egy pacák, bemegyek Bodó Katihoz, titkárnő, azt mondja, ki volt ez a rendőr? Szóval honnan tudom, látom a képén. Hát 3x3-as volt, és Nyakas Gyula, akiről kiderült, hogy ő volt az igazgató, aki hát nagyon-nagyon pozitív katona volt, és rögtön kiadta, hogy azonnal elvittek ezek, és jelenteni kellett volna, egyfolytában nyakarra jártak. Tehát ez végig volt. Tájékoztatott, amikor szerveztük a színházat, hogy hívjál föl, és aztán én leteszem a telefont, ha van egy kattanás, akkor lehallgatnak. Mindig volt kattanás. Szóval, és így tovább lehet mondani. Tehát ez a szerint. Mondd azt, hogy töltem, hogy nem színész, hanem inkább rendező, meg társulatalapító leszel. Én nem szeretek szöveget tanulni. Nem, nagy ritkán színpadra kerültem, de sokkal jobban izgatott az, ami mögötte van. Ugye itt a magyar színházi szakma, majd beszélhetünk róla, egészen elképesztő. Tehát itt nagyon fontos volt az 1700-as években a magyarul való megszólalás. Ezért a lefutlábú, döfögő színház működött, tehát még emlékszem, szegény Sinkovics Imre ott a Mózes játszotta, és
állt egy helyben és mondta a szöveget, és semmi nem történt. És Stanislavskit szitták is félreértelmezték, én kint végeztem Moszkvához Stanislavski kurzus, de előtte a színművészeti Stanislavskiról írtam a szakdolgozatomat, ami megjelent a Színjáték színész színű könyvemben. És Stanislavski, csak egy példa, hogy azt mondta Stanislavski, hogy a színházi előadás olyan, mint a jéghegy. Egy tized rész lóg ki a vízből, az a szöveg. A 9/10 rész az, ami alatta van, és ez a legfontosabb rész. Tehát a Szegeden az egyetemen, Budapesten az egyetemen nem tudnak a dráma, az irodalomszakos tanárok nem tanultak meg drámát elemezni. Nem tudják, hogy mi a drámaelemzés módszert van, mert nem látják, hogy ugye szerepcserék vannak a szövegek között, akkor én beszélek, te hallgatsz, aztán megszólalsz, de közben benne végigfut egy gondolat, amit ki kell találni, mert az a szövegben nincsen benne, és akkor abból kell megszólalni. Tehát mögötte egy személyiségnek kell lenni, és ez engem borzasztóan izgatott egyrészt, másrészt pedig a lefúrt lábú is. Tehát a színház, ugye Hegel esztétikáján alapult a kommunista, a marxista esztétika, és Hegel azt mondta, hogy van produktív és reproduktív művészet. A produktív művészet az, ami önmagában képes ábrázolni a világot, a reproduktív művészet az, ami valaminek a segítségével, tehát a színház, az irodalom felbefogése. Így gondolták, és ezt átvette a kommunista. Ezzel szemben te úgy érkezik, a szöveg és a színpad, a dráma, az írott szöveg és a színpadon jelenő szöveg viszonya az, hogy van? Hát meg kell találni. Tehát ez a legfontosabb rész, először találkozunk a szöveggel, és meg kell nézni, mi van a szöveg mögött. Tehát, és még egy másik kérdés, ami ide tartozik, a színháznevelési kísérleten pontosan ebből indult, hogy a Magyar Színház ráadásul a Gukkászen bűne, a Kukucskáló Szekrény Színház, amikor ugye itt van a függöny, ott van a néző, így ketten beszélgetünk, és hát nem milyen ilyen nézők van, és akkor beszélek tovább, mert csak ezzel a felével kell dolgozni. Tehát emlékszem, amikor a Turandotot rendeztem, az volt az évadnyitó előadás, ugye, Tündi ott volt zenészként, hogy a térszínházba kellett a színészeknek mozogni, és nem tudták, hogy mi az. Tehát ugye a hangrezonátorokat nem használták, ugye csak az, hogy itt a részeg embert akartok, vagy esetleg az orrhangot, de közben úgy kell megszólalni, hogy a hátam mögött ülő is érzékelje, hogy mi játszik bennem, ugye a partnernek erősebben kell reagálni, nem beszélve, hogy meg kell találni a megfelelő kifejezési módot. És ez egy nagyon lényeges kérdés. Azt a múltkor az előadásom, meg neked is tegnap előtt elmondtam, hogy a legjobb példa erre a karhullám, hogy a didaktikus módszerben a Dőle Zsolt barátom, aki tanított itt nálunk, akkor azt mondta, hogy függetleníteni kell a testrészeket, aztán összekötöm is, megvan a karhullám. Hogyha egy szituációt teremtek, és azt mondom, hogy mellégérő vízben vagy, és húzol is, elképzeled az ellenállást, akkor ugyanígy megvan a karhullám is, fölemeled, és kijön. És ugyanígy a rezonátorokkal is. Tehát van rengeteg olyan gyakorlata volt a reflexnek, amikor a fejtető, a gyomor, a hát, különféle rezonátorokat tudott megszólaltatni, és a test kifejezési módját kellett megkeresni. Tehát nagyon lényeges kérdés, hogy ott állok és így gesztikulálok, az igazából semmi. Tehát ezek a közhelyszerű dolgok. Peter Brook írta az Üres tér című könyvében, hogy a néző hozzászokott az elszeparált kényelemhez, ül, fizet és élvezi, mi történik a színpadon. Hát mostanában ez történik egyébként sajnos. De a lényeges kérdés az, hogy hogyan tudunk meg, nagyon sokat kilóttam én akkor a színészekkel. Tehát és ezt hol tanultad, hogy hol éreztél rá, hogy ez, a szöveg az ez, a egy előadásnak csak egy töredéke, egy kisebb idejszámára? Ez egyrészt esztétikai kérdés volt nálam. Tehát ezt én pontosan az első pillanatok ezzel, tehát nagyon sok konfliktusom volt a tanáraimmal ezen a téren, mert nem értették, hogy mi az, hogy színház egyrészt. Másrészt pedig érdekes módon elindultunk egy úton, és a Máté Lajos, aki a Népmes Intézetnek volt akkor, amikor előtte a Jókai Színháznak volt a főrendezője, hozott egy angol rendezőt, azt a reflexkötetben írtam, aki azt mondja, hogy hát ez fantasztikus. Voltál Krakóban, Portugáliában, Dániában? Nem voltam. Hát azok a színházak ugyanúgy dolgoznak. Mi elindultunk egy úton, és törvényszerűen az történt, hogy a kifejezési módot meg tudjuk találni. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges. Tehát és ilyen szempontból a szöveg
az tényleg az egy tized része, hogy Stanislavski mondta. Persze erről Magyarországon nem igen tudnak, mert ugye kiadtak egy csomó Stanislavski, de emlékszem, hogy a Békés Csabán volt a Színi Tanháznak egy fesztiválja, és akkor ott a budapesti színművészet is, ott a Stanislavskit kicsoda, és mondom, mit olvastál, semmit. És ugye Nagyváradon jelent meg először a Stanislavski színészi munka elvi rendszere Stanislavski rendszerében, és azt mondja Gáspár Tibi, kiváló színész barátom, hogy hát ez nem érdekes Stanislavski, de adtam neki egy példányt. Másnap reggel bejön, esti próbán elvitte, másnap reggel bejön, íz, mi van Tibi? Elkezdtem olvasni, és nem tudtam letenni. És rájöttem, hogy semmit nem tudok róla. Számos nagy színészek, magyarországi színészekkel dolgoztál, nagy nevőekkel, sok-sok Kossuth-díjasak, hogy rezonáltak erre a mondjuk megváltozott, hogy másfajta színész vezetésre. Figyelj, ez döbbenetes. A Rusztavó találkozásunk is ez volt. Amikor Kecskemétre elmentem rendezni először, akkor leadtam a rendező példányt az asszisztensnek, és le volt hív, hogy hova mennek a színészek a színpadon. És én ilyen instrukciót soha nem adtam. Legfeljebb a végén, amikor a kompozíciót ember tisztázni akar, hogy ne takarja ki a másikat. És a színészek oda mentek, ahova leírtam, mert nagyon fontos, hogy belül, és a Jóska Rusz has ugyanígy látta a világot, tehát ez volt a találkozásunk. Tehát nagyon lényeges kérdés, amikor erről beszélünk, és ugye elhangzott az a szöveg, hogy a színház templom, hogy az embernek először önmagába kell megtalálni. Először befelé kell indulni, és ha magába megtalálja, akkor kifelé tud sugározni, és akkor tud létrejönni az igazi kapcsolat. Jó, de ebben mit tudsz segíteni a rendező? Most így általában nagyon nehéz elmondani, mert olyan helyzeteket kell létrehozni, amiben a színész fölfedezi saját magát. Tehát nem azt mondom, hogy ide menj, meg oda menj, hanem azt mondom, na most akkor ebben a helyzetben ez történik. Ez történik, és akkor te erre mit reagálsz? De ez nem így van, mert ezt mindig az adott konkrét helyzetben kell pontosan megoldani. És nagyon döbbenetes, hogy erre a bevezetőben vannak példák, hogy az egyik a Sikó Laci, valaki egy tehetségtelen színész, ugye, volt, és az Amfitriont rendeztem. Egyébként a YouTube-on a nevem alatt van egy saját oldalam, és közel 100 előadásomat meg lehet nézni, amiről beszéltem. És a 10 nap alatt kellett megcsinálni egy darabot, ami elképesztő nehéz. És reggel 10-kor elkezdtem, és éjfél körül befejeztem, és akkor lementem a Móricz Művelődési Házba, mármint a színházunkban a klubba, és ott ült a vizsgáló bizottság, középen az elnök Simpó László, és tették fel a kérdéseket, hogy ez hogy van, ez hogy van, ez hogy van. És én válaszoltam, és egyszer Laci megkérdezi, hogy és akkor hogy játszom, mint Jupiter Amfitriont? Ez reggel 2 óra tájban volt, mondom, Laci, nem akarok hülyeséget mondani, reggel elmondom. Reggel jöttem, azt mondja, Laci, miután te vagy Jupiter, Amfitrion hibáit is felnagyítva kell játszanod. Tehát mindent a maximumban. És akkor utólag mesélték el a színészek, hogy azt mondja, Sinko, ilyennel nem találkoztam. A rendező akkor inkább mellé beszél, de és ad valamilyen megoldást, de ilyen még nem volt. Másik az, hogy Béla meg is oltotta a helyzetet. És ugyanez volt, hogy az Amfitrion végén egészen elképesztő jelenet, hogy a listenek elmentek, és ott maradt Holosi Frici, mint szósziász, és Molnár Piroska, mint a felesége, és megfogta Fricit, aki ronyként ott volt, kivitte a vágó, becsapta a két ajtót, és színészek azt mondták, itt van vége az előadásnak. Mondtam, hogy nem itt van a vége az előadásnak. Szóval hol van vége? Jó, rendben van, én megcsinálom azt az elképzelést, amit én akartam, és hogyha úgy látjátok, hogy nektek van igaz, akkor úgy lesz. De az én elképzelésem az volt, becsapja az ajtót, és Szoboszlai Sándor volt az Amfitrion, aki ott maradt egyedül, elvesztette a nevét, elvesztett mindent, és megy kifelé, és volt egy kis ilyen rejtek ajtószerűség a kapun, azt kinyitotta, visszafordult, és azt mondta, hogy Amfitrion, és így csillogtak a könnyei, és fejgép, és sötét lett. Fölment a fény, és Molnár Piroska ott áll velem szemben egy nagy fröccsel, ami nyilván azt jelentette, hogy nekem van igaza. És ezek voltak az abszolút találkozások, de ugye vannak színészek, van, aki nem szeretett annyira, de igen, mert pont egy olyan darabba került, amit
Teri viszont rengeteget játszott nála. Ha megszólított Terit, akkor megkérdezhetjük, hogy milyen rendező, milyen volt vele a közösség. Itt előtte nem mondja. Jó, Istenem! Hát én erre nem készültem erre a beszédre. Különösen délután, úristen! Ha tudom, hogy meg kell szólalnom, akkor otthon leírtam volna, mert nagyon nehezen jut eszembe. Szerettem. Szerettem, hogy rendezett. Na, ugyan így mondta el az olvasópróbán, a rendelkező próbán, ugyan így mondta el nekünk a szerepről azt a műsorokat. De én nagyon szerettem vele dolgozni. Hitt bennem, bízott bennem, és ez nagyon-nagyon nagy szó. És hát még segített is sokat. Egervárra vitt el, meg Kőszegre vitt el, olyan kollégákkal ismerkedtem meg, hogy az valami fantasztikus, együtt éltünk, ugye, a Piroskával, a Juditon. Szóval nem tudok, igen, nem tudok egyebet mondani, csak bár adná a fennvaló, hogy még egyszer dolgozhassunk egy kicsit. Azt mondja, hogy dolgozom. Mit rendeznél, ha most rendezem? Hát, csak kapnál időt, ez ugye, itt lehet elmondani vágyálmakat, de lehet azt mondani, hogy ahhoz, hogy ember rendezzen való egy színházba, az pontosan való társadalra kell darabot találni. Tehát ez a legnagyobb probléma manapság, hogy jönnek a vendégrendezők, és fütyülnek arra, hogy milyen színészek vannak a színházban. Hát, és megnézi, hogy a fiókból kihúzzák a színészeket, és ugyanazt a karaktert játsszák, amit korábban játszottak. És nincsen perspektíva arra, hogy fejlődjenek. Rusznál az volt, hogy négy főállású rendező volt, manapság már nem igen van főállású rendező, és a Jóska kiadta, hogy az jövő évadnak ez a fő célkitűzése, és mindenkinek be kellett egy gyerek, egy ifjúsági, egy felnőtt darabot, egy musicalt, operettet, tragédiát és középfajú színművet. Szereposztása. Tehát nem úgy, és amikor egyeztettük, és akkor megkérdezte, hogy ez a színész miért kapja ezt, és mi van vele, és hogyan alakul. Tehát mi, nekünk célunk volt, hogy a színész fejlődjön. Hogy ne készen kapott dolgokat kelljen megcsinálni. Manapság ez történik. Tehát nagyobb rész nincs előrelépés pontosan emiatt. És ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés volt. Nagyon, amit én nagyon-nagyon lényegesnek tartottam. Még egy dolgra szeretnék visszatérni, hogy mondtad, hogy a szöveget milyen fontos elkezdni, vagy mennyire bele kell menni. Elmeséled, hogy mi volt az érdekes történet, amikor a tanárokkal is meg kellett egyezned, hogy a szöveget szövegére kell nézni, Árvány és szerelemre gondolok. Ja, hát ja, igen, ez egy kanizsai történet, egy beavató előadás volt, és a beavató előadás lényege az volt, hogy teljes előadást meg kellett csinálnunk, a Rusznak a elképzelése volt, és ezt játszottuk felnőtteknek is. Tehát volt, hogy elmentünk falura, délután játszottunk gyerekeknek, este pedig felnőtteknek. A gyerekeknél nagyon részt kiválasztottuk a kötelező irodalmat, ez is nagyon lényeges kérdés volt, és a fő fordulópontoknál megálltunk. Színészek nem nagyon szerették, mert ugye nem tudták fölépíteni úgy a szerepet, ahogy kellett volna felépíteni a szerepet, de ez nagyon lényeges kérdés volt, és mindenféle problémákat föl lehetett venni. Na most Nagykanizsán volt az Árványi szerelem előadásunk, és kimegyek, és fügyszó, és tapsolás, és rögés gyerekek mind. Én leültem a színpad szélére, lobáltam a lábamat, és így néztem őket előtte. Ezt sem lehet. De akkor figyeljetek, ha a tanárurak ott ültek egy rakáson, tudnak válaszolni a kérdésemre, akkor én elmentem. Hát jó van. És akkor megkérdeztem, hogy Lujza miért bocsájt meg Ferdinándnak a darab végén, amikor megmérgezte Ferdinánd, és ő is megmérgezte magát. Hát a tanárok nem tudtak válaszolni. És tudom, mivel kezdődik a darab? Honnan jön Lujza? A templomból is. Mit mond? Azt, hogy tudom, hogy itt a földi világon nem lehetünk egymásé, de a túlvilágon, ahol leomlanak az osztálykorlátok, ott igen. És így megértette, hogy Ferdinánddal a túlvilágon fognak találkozni. Tanárok elnézést kértek, a diákok kirögték a tanárokat, nagy fütyhót és ováció,
És attól kezdve egészen elképesztő volt, mert én a gyerekek aktivitására építettem, tehát voltak jelenetek, amiket másképpen is, akkor valaki mondott valamit, hogy gyere, rendezd meg a jelenetet, és akkor rendezték a jelenetet, és így épült föl, ami hihetetlen fontos dolog volt, hogy a gyerekek is közel tudjanak kerülni a színházhoz. Na most ugye már a Halasi Imre befejezte ezt, és utána nem voltak ilyen beavató előadások, volt ez lényeges kérdés. A beavató előadásoknak köszönhető, hogy amikor elkezdtük a színházat, 3 bérlet volt Zalaegerszegen, pillanatok alatt 10 bérlet lett, aztán fölment 18 bérletre, most nincs sok, meg most 28-al, nem tudom pontosan. De az a lényeg, hogy egy csomó gyerek felnőtt, és megszerette a színházat. És közel került a színházhoz, mert ugye volt egy Bősze Katival később, már a színház idején volt egy kísérletünk, amire kaptunk központilag támogatást, a Móricz Zsigmond, majd mindjárt eszembe, mi a cím, a Légy jó, mit halálig, és a gyerekekkel elolvastattuk a regényt, aztán utána kitöltöttek egy két évet. Aztán a két osztály maradt úgy, és akkor ők majd megnézték az előadást, és utána megint kitörték, ugyanazt a kérdőjét kitöltötték. Két osztályjal viszont kísérletet végeztünk, elkezdtük a darabot feldolgozni, és improvizálni. Tehát azt mondja, akkor bírósági tárgyalás, és mit csinálnál, és a saját szövőkkel meg kell tudni. Tehát végigmentünk az egész darabon, és utána végignézték a gyerekek az előadást, és hát egyetemi szinten töltötték ki a kérdőívet. A Megyei Pedagógiai Intézet teljesen odáig volt, úgyhogy többet nem is kellett ilyet csinálnunk. Úgyhogy ez a lényege, nem került közel hozzá. Na most ugye például Franciaországban nem 100 drámát tanítanak a gyerekeknek, hanem mondjuk egyet. De azt 4 éven keresztül elemzik, és pontosan megtalálják, hogy mi az is, mi van mögötte. Tehát ez az, ami nálunk nem történik. Ezen eljöttek tapasztalat, az én úgy érzem, hogy abban a vízióban csúcsosodott talán ki, amit a 70-es évek végén próbáltatok összehozni Zalaegerszegen, hiszen a színházi nevelési kísérlettel. Igen. Ennek a szerkezetét, vagy az ívét elmesélni? Igen, elmesélni, de először megemlítem az Alaszemrótot, mert az egy lényeges kérdés volt, hogy Zalában 150 színjátszó csoport volt, több mint 150, amikor idejöttem 70-ben. Na most ugye voltak falusi színjátszó csoportok, hagyományos darabokat játszottak, voltak úttörő csoportok, középiskolás csoportok, ilyen szöveget, verseket mondtak, és akkor nagy kemény mozgás kényszer, ide mész, oda visz, mert semmi jelentősége nincs, mert a vers alapvetően nem szituáció terem, nem beszélve, hogy a kiváló tanárok oda nem illő verseket raktak egymás mellé, szóval az, hogy ellenpontozást nem tudták, nem, tehát úgy gondoltuk, hogy valamit, vagy gondoltam, hogy valamit kéne csinálni, és megfogalmaztam a területi rendszer címmel a népművetésben, aztán elindítottuk a színjátszó tábort, ez Báza keretjén volt, volt Ábós laktanyában volt a tábor, és a tanároknak is egy szoba volt, a nőknek egy szoba, a férfiak egy szoba, a diákoknak egy nagy szoba, meg a lányoknak egy nagy szoba, és hát a művetési ház jó messze volt, onnan az kiváló művelési házat, hogy a kőolajat termeltek ki, tehát ott minden rendben lett volna, ha nem kell 1-2 kilométert gyalogolni, és ott az udvaron tartották a foglalkozást, egészen elképesztő volt. Epres, illetve a Szamóca, az Eperjes éppen ott volt, akkor focista volt, és nem vették fel a színművészetire, és a Montág Imrével mi rombostuk, hogy induljon legközelebb, és legközelebb fölvették. Nagyon sajnálom, hogy ezt követtük el, és nem mondom el, hogy miért, nem őrült, tehát egy bigott vallásos ember, ugye nem akarom elmondani, ki miért kapott Kossuth díjat, mert azt mondták, hogy a Széchenyi nem lehet öngyilkos, ha katolikus. Tudottam, mondani. Hát ez a Bereményi rendezése volt film, azért kapták meg a pénzt, nem érdekes. A lényeg az, hogy kialakult egy olyan rendszer, aminek a lényege az volt, hogy délelőttönként elméleti foglalkozások és gyakorlati foglalkozás Montág Imrével és Dölle Zsolttal. A Dölle Zsolt pantomimművész, Montág Imre pedig az ország legjobb beszédtechnikai tanára volt. Úgyhogy a színművészeti főiskolán nem adták ki a könyvét, mi adtuk ki a könyvét, a beszédtechnikai gyakorlatokat.
És utána átmentünk, ugye Vattai Dénes jelentkezett, és Zalaszentgrótra, és a Zalaszentgrót a teljes város, kisváros rá, ott állt mögöttünk. És hát egészen fantasztikus volt, ugye egy csomó tehetségtelen rendezőt hívtam, akik azt csináltak, amit akartak. Zsán Békitól, Aser Tamáson keresztül, Pál Istvánig, és ugye lehet sorolni, hát benne van a könyvemben, az mondom, délelőtt elméleti, és ez a beszéd és mozgástechnikai foglalkozás, a Bécsi Tamás előadása. Délutánként azt csináltak, amit akartak, mert mindenki a felhívásban megfogalmazta, hogy mivel foglalkoznak, mit kellett elolvasni. Estéként pedig nagyon sokszor a stúdióká, a győri színház, a Reflex, aztán az előadásokat tartottunk. Estéként filmet vetítettünk, ami nagyon lényeges. Ez ugye egyébként, ami kedvesi a Béla, dokumentum kötetnek is kiváló, mert ugye rengeteg olyat láttuk majd benne, vagy láttuk benne színlapok, szereposztások, kritikák, fotók, dokumentumok arról, hogy ennek az például a színjátszó tábornak mi volt a szerkezete, mi volt a nevelési elve, ki mivel foglalkozott, mi a szemináriumoknak, kik voltak a szereplők, kik voltak a vezetők, kik voltak a színészek, akik később nagy nem színészek, ugye mindig ezt fogom mondani, hogy ezzel a középgenerációval, ha interjú készül a mai 40-es, 50-es vezető színészekkel, nincs olyan, aki nem mondaná ki Zalaszentgrót színjátszótábor nevét, mindig hivatkoznak rá, hogy ott fertőződtek meg, vagy ott kapták meg az alapokat. Igen, és az fantasztikus, nem akarok a részletekbe belemenni, utána lehet olvasni, hogy milyen volt. És aztán ugye jött a rendszerváltás, nehezebbé vált a világ, és már kevesebb támogatást kaptunk, aztán Bőszek Attila, ugye ő vette át, mert megszűnt a Megyei Művelődési Központ, ami egy közös fenntartású szakszert is tanácsi, és a tanácsi feladat átment az ifjúsági házba, és amíg Kati nem végzett Pécset, addig nem volt színjátszótábor, és aztán utána segítségemmel működtette a színjátszótábor. De a végén sajnos az volt, hogy nem kaptunk központi támogatást, fölmentük a minisztérium, a miniszterhelyettes, a kulturális minisztériumba, és a pacák, aki most a DK elnök helyettese, az a személyekhez, hogy minden szélt, nem adott pénzt a táborra. És így abba maradt a tábor. Tehát ez 2000-es évek között, 2006-ban még mint igen, ott van benne a könyve. Most a színháznevelési kísérlet, ez egy... Igen, ami a Móricz körül van, az épület körül, igen. És annak a Gégőszószínak az összes történetét, vagy hát ezt az évet húz meg egy az egy nagyon összetett dolog volt. Egyrészt ugye, megjelent ennek egy rövidített változat a Színház színű folyóiratban, aztán ugye, itt van egy stencíles változat, amit tavaly a internetről vettem meg, mert az enyém nekem nem volt, a saját írásom, 4000 forintért került megszereznem. Antikváriumban, igen. Igen. Na most is még lehet látni, tehát majd erről beszélek, hogy mi történt. Hogy az volt, hogy a szomszédok kiperelték az alai táncszerítést a Móricz művelési házból, mert egy közös ödél volt és megrepedezett a fal. Kovács Lórián volt az igazgató, és akkor megkaptuk a lehetőséget, hogy a Reflexot próbáljon, és akkor pályázatot írtunk a minisztériumban mindenfel, és nagyon jelentős támogatásokat kaptunk. Tehát mondjuk az átépítésre 800.000 forintot. Tehát akkor egy nagy lakást a 70-es években, ugye hármat lehetett rajta venni, nem egyet, és átépítettük a Móriczot, a Zalaterv, kis tervezői tervezték az elképzelései alapján, ott fekete hajópadló volt, a falakat lefestettük feketére, a mennyezetet lebontottuk, a tetőtér ilyen, az most is olyan, végig reflektortartókat, a kábeleket végigvezettük, világostófülkét, a sógorom a minisztériumban, honvédelmi minisztériumban volt, épített nekünk egy fényvezérlő rendszert, ami legkorszerűbb volt az országban, tirisztoros, a kétszer alapot is három-három csoportszabályzóval, mindenki hivatásos nézték, hogy mi ez. Hát elképesztő, megvettük a reflektorokat, és hát átadottuk a Móriczot az elképzeléseink alapján. A földszinten most, ha valaki bemegy, megnézheti, hogy mindig úgy van, voltak olyan, mint a régen az iskolában fölhajtatós padok,
Tehát olyan asztalkák voltak, és oda lehetett berakni az anyagokat és megnézni. Tehát mondjuk egy Magnus Alagon Montag Imre mondta előre azt a fülhallgatóval a szöveget, és akkor utána mondta a beszédtechnikát. Vagy lehetett vetíteni egy 8 mm-es filmet Dőle Zsolt tréningjét, és akkor lehetett tréninget csinálni. Vagy ugye készültek a kiadványok, az európai és a magyar színház történetet feldolgoztuk. És tehát messziről lehet látni, ide le vannak írva, hogy milyen képeket kell vetíteni. És ezek úgy is voltak, hogy itt volt ez, hogy valaki feltette a fülhallgatót, és nézte, és vetített. 3-4 ilyen dolog készült el, míg... Ja, és egy könyvtár is volt. Tehát ott oldalt volt egy könyvtár. De most a lényeg a színháznevelési kísérletnek két oldalú volt. Az egyik a színház, ahol gyerek, ifjúság is felnőtt csoport volt. Na most a Reflex akkor már a hivatásos színházi bérletben játszott. Ugye meg is támadtak minket, a Buffo Mysteriont játszottuk, hogy mi az a kommunista Majakovszki. Na gyerekek, hát azt se tudjátok, miről beszéltek. Majakovszki 17-ig volt kommunista, utána nem volt kommunista. És 33-ban öngyilkos lett, amikor a Sztálin elvtárs nem nézte meg a kiállítását. Nem tudom, miről beszéltek. És az elképesztő sikere volt az előadásnak, hát mondjuk Kazin Barcikán hasonló támadásnak voltunk kitéve. És megnéztük, ugye megszűnt a Déri Népszínház, és Népszínház lett. És a Népszínház lecsökkentette az előadások számát. Tehát nagyon sok falusi művelési ház üressé vált, és akkor úgy gondoltuk, hogy kiépítettük azokat a helyeket, ahova oda lehet menni tájolni, és elképzeltünk mindent, és az, hogy a néző ne csak egyszeri kontaktusban legyen, tehát hogy megnézi az előadást. Rögtön az első pillanatok ezért ide kerültem, a kaposvári előadások után beszélgetéseket tartottunk, hát én voltam a kérdező biztos, és a Zsámbéki Ás, a Dasher, ők válaszoltak, Máté, Gabi, és kérdések voltak, és a nézők is, és zsúfolt házak voltak. Ez egészen elképesztő volt. Zsúfolt házak volt, annyira érdekelte őket. Ez volt az egyik. Színház történeti kiállításokat tartottunk. Tehát a mi előadásunkhoz kiállítást szerveztünk, a néző bejött, akkor meglátta a kiállítást, hogy akkor egy kiállítás, ami arról szólt, ami utána bent látott. Tehát ne egy egyszeri alkalom legyen ez az egész. Na most tehát nagyobb rész minden rendben volt, akkor megpróbáltuk Ács Jánossal és Hules Endrével a Bíró Lacit megfertőzni, hogy Egervári estéket ő alakította 74-ben, hogy akkor mint itt bent nem lehetett, hogy ott hivatásos előadások vannak, hogy ott meg tudjuk csinálni ezeket. Szóval Laci azt mondja, várjunk egy kicsit, aztán várjunk a két hetet, gondolom az elvtársak azt mondták, hogy nem, és akkor fölkért rendezni kettőnket, Hules meg engem, de Hules diszidált, és akkor a Seregi Zoli, aki most a Békéscsabai igazgató rendezett főiskolát, meg én, ilyen amatőr színészekkel, mint Udvaros Dorottya, Holvosi Frigyes, ilyenekkel kezdtünk, mert meg is támadtak az amatőr rendező amatőrökkel, na mindegy, szóval így indult, de hát olyan sikere volt az előadásnak, hogy a falu közepén lehetett hallani a röhögést. De minden abban az irányba mutatott, hogy ezek a színházi törekvések vagy mozgolódások egyszer csak összesűrűsödnek meg ez a Legacy színházzal. Igen. És aztán tett egy látogatás itt. Pontosan így volt, és megkaptuk a központi támogatást arra, hogy létre az ország első és egyetlen alternatív színházat hoztunk volna létre. Tehát két éve volt Szombathelyen egy kiállítás alternatív művészeti élettel kapcsolatban, ahol a Reflexnek ott volt a hely. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert elismerték, hogy tehát nem egy amatőr színház, ez csak az elvtársak, meg azok, akik nem akarok nevezni, egy csomó színházi szakembert, akik a realista, lefutlábú, befögős színháznak voltak a szakemberei, akik furták az amatőr színházat. Ugye a változás a Russzai Egyetemi színpadi létével kezdődött el, ez nagyon lényeges kérdés, és aztán utána terjedt végig jó néhány együttesen, ilyen a Reflex is. És hát nekünk nyilvános próbáink voltak, tehát ilyeneket csináltunk, hogy megtartottuk a tréninget, utána kiküldtem a színészeimet, és akkor beszélgettünk a nézőkkel, hogy miről szóljon a következő improvizáció. És akkor meghatározták, hogy miről szóljon, és akkor bejött a csapat, és akkor létrehoztunk egy előadást, ami néha másfél órás is volt. Itt vannak itt a Manovék, a hátul, itt tudják igazolni, hogy milyen elképesztő dolgok történtek, és nem a szöveg felmondás. Tehát ugye azt se tudták, hogy például a Stanislavski operában volt, van egy ilyen könyv a Stanislavski operában,
akkor elolvasták a szöveget, hát egy hosszadalmas elemzés volt, természetesen nem annyi, nem úgy, mint nálunk, hogy ezt elolvassuk, aztán menjünk a színpadra, hanem mondjuk 3-4 hét, és utána a végelemezték, akkor a színészekkel létrehozták az előadást úgy, hogy a színészek saját szöveget mondtak, és amikor már készült az előadás, akkor találkoztak ismét a szöveggel. Erről persze senki nem tud Magyarországon jó szerivel. Na most ez nagyon meghatározó volt számunkra, és a lényeges kérdés, ami még az előzőhez tartozik, hogy a színészképzés lényege, hogy először befelé kell menni, mert kifelé menjen. Tehát a Manó tudja igazolni, hogy például van egy ilyen gyakorlat, hogy énekeld el a nevedet. Ő ugye nagyon, nagyon ironikus volt, és hát ez egy másfél óráig tartott, és ott voltam mellette, és énekelt, nem igaz, ez nem te vagy, tessék keresni, és mondja, Manó, én is keresztültem ezen, és amikor az ember a névben meg tudja saját magát fogalmazni, akkor ott egy katarzis történik. Manó, de ezt hogy érted meg? Hát elég hosszú időbe tellett, amíg ez valahogy megtörtént. Azt hiszem, hogy a gátlások erősek voltak. De a Béla tiszteletben tartotta a gátlásaimat hosszú ideig. És hát nem volt kellemetlen pont emiatt, hogy időt adott arra, hogy ezt úgy éljem meg, hogy utána ne kellemetlen lélegzem magam. Ettől, mert nyilvánvaló, hogy ha az ember nyitottabb a világra, mint mondjuk, ahogy én magamról gondolom, egyszerűbb néki talán. Ez az ilyen típusú gyakorlat. A kicsit szégyenlősebb, bátortalanabb embereknek hosszabb idő kell a megnyilvásra. Attól még nem biztos, hogy egy adott szerepet kevésbé tud megoldani, mert még ha a Stanislavski módszert is gondolom, nem biztos, hogy alapfeltétel a teljes nyitottság. Inkább talán az empátia, ami ezt előre viszi. Ami teljes nyitottságot jelent. Hát igen, csak ez a korlat tulajdonképpen arról szólt, hogy önmagunkat valamilyen módon ismerjük meg, vagy talán érezzük azt az érzést, hogy most úgy kinyíltunk, amit talán nem kellett volna megengedni magunknak. Nagyjából így tudom össze-vissza mondani. Egészen addig ment, és valami több millió forintot költöttünk a különféle kiadványokra, könyvtár is volt lent a földszinten. Tehát a diákok a szomszéd iskolákból oda jártak olvasni. Volt egy büfé, és ott voltak, teltház volt rendszeresen. Este lebontottuk a mennyezetet, és a padlástér ilyen volt, és végig feketére, ott voltak a reflektortartók, a reflektorokat oda tettük, ha akartuk, a belsőépítés táborban terveztek nekünk egy variálható, összerakható színpadot, amivel térszínházi előadást tudtunk. Tehát volt olyan előadásunk, hogy a gerendán ültek ott fönt, mert nem volt másút hely. Tehát egészen elképesztő volt, elképesztő lehetőség sorozata, és hát először az első törés akkor volt, amikor a színház alapítás elindult, mert akkor ugye a Szakszeti Ház megszűnt, ugye átépítették, és akkor oda kerültek a Móriczba a munkatársaim, én lettem az igazgató, de nem változott alapvetően semmi sem, csak nem maradt pénz a színháznevelési kísérletre, és az MMK-ban pedig nem folytatták ezt a kérdést. És itt volt egy nagyon lényeges dolog, amíg a Kovács Flórián még itt volt, még nem küldték el párt főiskolára, akkor jött a Magyar Mátyás király, és ő nézett, azt mondta, hát ez jobb, mint a Miskolci, lesz színház Zalaegerszegen. És mi ott álltunk így ledermedve a Flórival, és akkor azt mondja a Kovács Lajos megboldogult főosztályvezető, hogy papám, túlhaladtuk a koncepciódat.
él, akkor abban a pillanatban, amikor az ember benne van az eseményekben, nem látja át, hogy mi a tágabb összefüggés, csak azt tudtam, hogy nem lesz, a reflexnek is vége van. És nyilván ezért hajtottam, hogy a rusztot lehessen megkívni. De a másik lényeges kérdés, az később derült ki, hogy amikor a Malonyai Dezsőik, akkor a Népszínház igazgatója volt, lejöttek Zalaegerszegre megbeszélni a színházügyet, akkor Malonyai azt mondta, hogy hol van Merő Béla? És mondták, a Merő elvtárs nem jó elvtárs. Szóval Malonyai, ha 5 percen belül nincs itt, nem lesz színház Zalaegerszegen. Ezt a Bőger József mondta el, akivel nagyon jóban voltam, kritikákat is írt róla. És akkor csörögött a telefon, és akkor vártam őket a színház előtti téren, és akkor Bőgerrel beszéltünk, és ugye az volt az elképzelés, hogy vagy a Zsámbéki, vagy a Székely jönnek Zalaegerszegre, és akkor én mondtam, hogy legyen a Juska, és akkor így alakult. Amiről nagyon sokan nem tudnak, hogy a Kustos Lajos, hogy hát én nagyon feketeségű voltam, egyszer még a 70-es években lengyel kiállítást szerveztünk, mivel lengyeleket nagyon szerettem, nagyon sokat voltam két lengyel színházokban, és elbeszélgen azt mondja, a Kustos Lajos, először is összetegeződtünk, és azt mondja, hogy csodálkozom, hogy veled lehet beszélni, mert a párbizottságon azt mondták, hogy veled még beszélni sem lehet. És azóta és akkor kialakult egy kapcsolat, és akkor a Lajos felhívott telefonon, hogy mit tudna tenni a színház érdekében. Erről senki nem beszél, és mondom, hogy hívjuk meg a Rusztot Egervárra. És nagyon jó, és akkor így mentem el Szegedre, és így hívtam meg a Jóskát, de akkor még az elvtársak nem beszéltek a Jóskával, tehát még semmilyen. Ugye a Karvanisnak megjelent egy interjúja, ami azt hívja, mert az hazugság, amit a Merő Béla mond, mert nem a Merő hozta ide Rusztot. Ruszt is azt mondta, hogy én hoztam ide, meg a Találkozásuk című kötetben ott van a Jóska személye, Jóska elhagyta a személyét, és a Garamőri Györgyöt szervezett egy évfordulót a Rusznak, és akkor a meghívó benne beszkeneltük a Jóska személyét, amit én írtam alá. 82. március 1-én egyikünk meg sem volt állása akkor. És akkor mentünk el Szegedre. Szóval ez volt a háttér. Innen visszanézve mégis úgy néz ki, hogy az a sok-sok törekvés, amit ugye a küzdelem, amit 70-es években végezítettek a barátaid, a kollégáid, a művésztársakkal, az mégiscsak összesülsödött egy Hersi Sándor Színház elnevezési intézményben. Mégiscsak megvalósult valami, és egy olyan színész rendező jött, aki szintén a területet volt. Igen, ezt hogy érted meg? De ez az első lépés volt, tehát addig, amíg a Ruszt volt. Mert amikor a Havasi átvette, akkor ugye mondtam, hogy akkor a beavató előadások elmaradtak. A Lédia tudja, hogy a Havasi elment országgyűlési képviselőnök, ő vállalta, én nem vállaltam. És utána örökös tag lett a Hevesiben, mint MSZP-s országgyűlési képviselő. Tehát én nem tudom, hogy ki hogyan éli a világát, de az a lényeg, hogy a Jóska nem engedett egy csomó dolgot. Tehát nekem az volt az elképzelésem, hogy a színházzal együtt alapítsunk bábszínházat. Ő ezt nem akarta. Ugye ott, ahol van a közönségszervező iroda, ott pontosan elfért volna az a könyvtár, ami a Móriczban alul volt, és ott rendhagyó irodamórákat tudtunk volna tartani. Jóska ezt sem akarta. Tehát egyedül az a vonulat volt fontos számára, hogy a beavató előadásokat csináljuk, és nagyon részt rám adta ezt a feladatot. Majd amikor a Bőmgyuri beszámolt arról, hogy a Békéspali Amerikában volt, és ott volt egy ilyen íróknak és színházi szakembereknek a találkozója, hogy ebből csináljuk valamit, és a Jóska ezt nekem adta feladatul, hogy nem mással foglalkozzunk. Úgyhogy a Drámaírók Fórumában rajtam kívül nem volt rendező. És ott megint szembe kellett nézni egy csomó olyan kérdéssel, ugye ugye egy csomó dramaturg volt, na most a dramaturg a német színházra jellemző, meg a fölkészületlen rendezőre. Mert voltak éppen dramaturg akkor kell, amikor a rendező fölkészületlen. Tehát ez így alakult, műveletlen fölkészületlen. Nagyobb rész az most igaz, de most már dramaturg sincsen. És ott kell, az elején fejenként legalább 150 darabot elolvastunk, és akkor kiválasztottunk néhányat, és én kialakítottam azt a rendet, hogy Egerváron volt a szállás, ott voltak az előadások, és délelőttünként mostantól kezdve szitalszom. Jó, még nem szitalszom. Jó, rúgtam a foglalkozó, hogy ne izgulj. És a délelőttünként elméleti foglalkozások volt, a két darabot választottunk ki, a 4 nap alatti feltételek között színre állítottuk. Ez nagyon lényeges kérdés, hogy kipróbáltuk, és az írók ott voltak. Tehát nálam mondjuk
Forgács András, Lezsák Sándor, és menet közben átírták a darabot úgy, hogy itt volt egy szituáció. Ez volt a lényeg a Bélában. És annyi visszaemlékszem, amikor részt vettem ezeken, hogy a dramaturgoknak az volt a célja, hogy a kortárs író, az alanyi drámaíró lássa meg, hogy a szövege az hogy megy át az élő embereken a színpadra. Hogy az úgy tud-e maradni, vagy nem tud maradni. És szembesültek azzal, hogy át kell írni, nem működnek, mi az, ami nagyon jól működik. Én részt vettem egy olyan, maga Szabó Magda mondta azt, hogy hát ezzel egy kicsit még foglalkoznom kell. Olyan édes volt, hogy belátta, hogy az, amit ő a papíron működőképesen látott, ott amikor a színészek megmutatták neki, ez másképp kell. Később, hát a Lezsák is folyamatosan írt át a darabot nekünk. A Lezsák premierje volt egy Kardigános bácsi, akivel együtt fölcsöztünk, úgy hívták, mint Göncz Árpád. Szóval nem akár, ők is felajánlottak egy országgyűlési képviselője lehetőséget, de azt sem fogadtam el. Szóval a lényeg az volt, hát emlékszem, hogy Nádas Péter darabját rendeztem a temetést, és a Péter utált színházba jár. És az olvasópróbán ott volt, akkor már érdekes, hogy szóval még eljövök egy próbára. Eljött egy próbára, ott ült, és mondtam, itt meg itt próbál, és a Nádas átírta a darabot nekünk. És hát ugyanezt lehet mondani egy csomó íróra, hogy egyszerűen hozzászoktak ahhoz, hogy egy valódi kapcsolat legyen. Most a Drámaírók Fórumának sajnos a problémája az volt, hogy néhány rendező azt akarta bebizonyítani, hogy ő milyen zseni. És kész előadást akar csinálni 4 nap alatt. És verte a színészeket, hogy legyen készen, idézőjelben, legyen készen a darab. És nem ez volt a lényeges, az, hogy bizonyos jeleneteket kiemelni, a főfordulópontokat, és ott szembesíteni a nézőkkel, és szembesíteni az írót. És nagyon sokan emellett voltak. Aztán miután a rezsimváltás volt a színházban, akkor odaadták Pécsnek a Drámaírók Fórumát. Aztán ott egyszer voltam egy ilyen szöveges előadást csináltunk, a szövegfelolvasó. Aztán egyszer visszajött ide Zalaegerszegre, aztán Debrecenbe, de már nem lehet róla hallani semmit sem. Tehát pontosan a lényege veszett el. De vannak azért, én még sikernek értékelem azt, hogy amikor utoljára volt itt Zalaegerszegen ez a nyílt fórum, akkor még embrionális formában volt a Szájhingernek és a Maros Andrásnak a Phil Collins darabja, ami rengeteget dolgoztak most bár 4 évet, és most fogják majd Sopronban, februárban, 25 februárjában fogják bemutatni. Tehát azért ennek volt szerintem egy ilyen hozadéka, hogy ők is így tanulták meg, hogy ezt a mesterséget tanulni kell. Igen, nagyon sokan. Hát én, de ugye Zalán Tibor jó barátom, rengeteg közös munkánk volt, sokat üvöltözünk egymással a háttérben, de a Tibor úgy írja meg a darabot, ahogy nekem megfeleljen, és hát vitatkozunk nagyon sok mindenen, és akkor összeáll egy előadás, aminek össze kell állnia. Ennyivel könnyebb, hogy nem élő szerző lenne, de ez nem igazából. Nem igazából, tehát tiszteletbe kell tartanunk egymást. Hallgatunk el, mert az idő is nagyon halad. Van még egy nagy csomag, amire szeretném, hogyha összefoglalóan válaszolnál. Ugye nem csak a Kőszínház keresték a helyét, benne merő Béla, illetve hát az inspirációi, hanem a Nyári Színház is, vagy a Szabadtéri Színház is, nem is tudom, mi a jó szó. Ebben Egervár, a Zerdei Színház, az Egervári Nyári Esték, a Nyári Színház KHT van. Ez mindegyik külön fejezetben szerepel ebben a könyvben. Rögtön elmondom, csak azt akartam mondani, amikor a színházi kísérletünk megszűnt, akkor ugye a Móriczba költözött a szakszervezeti, mégis a Tordis Csaba által vezetett kulturális részleg, és mindent kiszortak. És a Lőrinc Kálmán szólt nekem, hogy ott az udvaron ott rohadnak a könyvek. Most gondolják végig, hogy a magyar és az európai színház történet teljes anyaga föl volt dolgozva, és ott volt a földön. Eső áztatva, amit megmaradt, azt odaadom a könyvtárnak. Csak ennyi maradt meg sajnos. És a serlegeink, a kupák nagy része, az okleveleink használhatatlan állapot volt, tehát nyilván valakinek a lakását díszítik azok a kristályvázák, amiket különböző fesztiválon nyertünk, akár külföldön,
mindenfelé. Na most a nyári színház az egy furcsa dolog volt, tehát először én 80-ban keveredtem bele, ezt mondtam, négy évig működött, 84-ig akkor még, ugye 74-től akkor volt a 10 éves évforduló. Ugye az volt, hogy ugye Jóskát hívtam rendezni, a Tompént rendezte, ott a Kardos Endre Bozi írta a zenéjét, minden elindult, rendben volt, csak a Kustos Jóskának adta a tiszteletdíjat, én nem kaptam tiszteletdíjat, mint művészeti vezető, nem is érdekelt egyébként, de Jóska beleszólt és nem engedte, hogy vendégművészeket hozzak. A Molnár Piroska azt mondta akkor, amikor a kávéházat rendeztem, hogy mi egy darabig nem jövünk ide valószínűleg, és ez is történt. És akkor Kustos félreívott a 10 éves évfordulón, és azt mondta, hogy nem azért fizetünk a nyári színházért, hogy ugyanazokat a színészeket lássuk nyáron, mint évközben. És 84-ben megszűnt a Egervár. És sokáig alakult a helyzet, én már Kőszegen voltam a művészeti vezető, amikor Becs István, a Városi Művelődési Központ technikusa, a technikai vezetője szólt, hogy az erdő az alkalmas lenne a színházra. És akkor 92-ben egy kísérleti jelleggel, vagy 93-ban, nem tudom, mert személy is vagyok, létrehoztunk egy előadást, Kőszegről áthoztam egy előadást, és a helyi amatőröknek tartottunk bemutatót, és kiderült, hogy teltház van. Szóval a sor olyan volt, hogy az eleje az erdőnél, és a másik fel a város közepén. És a VMK-ból kijött a büfé, és sátrakban öltöztünk, tehát így működött a dolog. A következő évben már megszerveztük a nyári színházat, és attól először saját előadások is Kőszeggel volt közösen, aztán egyre szélesebb körben, hát nagyon sok színház megfordult, ezt mind a fölírtam, mert szenél is vagyok, nem tudom. Kőszeg, Békés Csaba, Kecskemét, Marosvásárhelyi Színművészeti Akadémia, Székelyudvar Tomcsa Sándor Színház, Merlin Színház, Blaha Lujza Színház, Budaörsi Játékszín, Tura Inda Színház, Pesti Magyar Operett Színpad, Kocsma Színház, Budapesti Száguldó Orfeusz, Bánfalli Ági Stúdió. Tehát 14 színház játszott itt, és hát az ország legnagyobb művészei. Tehát attól, hogy Molnár Piroska is rendezett, de itt folyamatosan, és a helyi színészek játszottak ilyen kiválóságokat, ami nagyon sokat jelentett. Ugye? Hát nem mindegy, hogy ugyanazzal a partnerrel játszik az évközben is. Tehát nagyon-nagyon jól elindult a dolog, de első pillanattól kezdve egy nagy támadás indult ellenem, hogy ellen színházat hoztam létre. Most akkor Halasimi idején volt, amikor Halasimit fölkértem, hogy rendezzen egy kabari estet, akkor utána már nem voltunk ellenszínház, aztán később megint ellenszínház lettünk. Itt a színházi rész, ez két fejezet, két időbeli fejezet. Egyik a történések, a sorscsapások és nem tudom micsoda, másik pedig a színlapok és a odavaló kritikák. Egyébként a színházi évkönyvekben nem lehet kritikákat olvasni az előadásokról. Egyszerűen nem tesznek be kritikákat. Én beleraktam kritikákat. Tehát a saját előadásom még negatív. Kimondott azért, hogy negatív, hogy nehogy azt higgyék, hogy magamat akarom dicsőíteni, hogy ilyenek legyenek benne. Tehát az a lényeg, hogy végig voltak csatározások, és amikor a Bereményék átvették a színházat, akkor ők kimondottan át akarták venni a nyári színházat. És elindult egy csatározás, ugye az erdő aztán lassan megszűnt, de ugye létrehoztuk a Zalai Nyári Színházak KHT. Ami nagyon lényeges kérdés volt. Aztán ugye a város alpolgármestere, ugye nekünk rengeteg szponzorunk volt, és nagyon sok pénzt kaptunk. És az alpolgármestere úgy döntött, hogy nem kaphatunk közvetlenül pénzt, mert a városnak kell adni a pénzt, mert a város eldöntő, hogy ki kap ebből a pénzből. És így rendesen csökkent a támogatásunk, egyre rosszabb helyzetbe kerültünk. Aztán az erdő, ugye a ifjú Marx Gyuláék megjelentek, és akartak egy olyan szabadidő központot létrehozni, ami most van kint. És meg akarták szüntetni a nyári színházunkat, aztán ellehetetlenült minden, és meg kellett szüntetni, és maradt Egervár, aztán az Egervárra is hasonló volt, ott azt a megye támogatta, a megye is kilépett, és akkor ennyi lett, hogy megszűnt. Megszűnt. Ez nagyon, nagyon, nagyon lényeges kérdés, hogy az Egervárra készült a első verzióban egy olyan terv, amit azt képzeltük el, hogy egy igazi színházi központ lesz, ott lett volna ilyen borozó, lovarda, mindenféle közművelési hely, ahol a parkolóban ott fel akartuk építeni a
a várkastélynak a másolatát fából, azzal, hogy le lehessen fedni. Ott játszottunk volna, és nem a várkastély udvarán. Ugye, amíg mi ott játszottunk, hogy Bűszek Ati férje, akkori férje, Schwager Konrád sátrat épített föl, és nem volt esőnap a legervári estéken, ami rendhagyó nyári színházban. Tehát minden rendben lett volna egy nagyon kész dolog, és akkor utána lapátra tettek. Hát ami utána történt, az egészen elképesztő, mert megfordították a nézőteret például, és a színpad az utca felüli oldalon van. Na most ott mennek az autók a színészek háta mögött. Na most a másik oldalon emelt nézőtér volt, és ott lent volt büfé, WC, minden. Most a színész WC-re akar menni, körbe kell járni a várat. Szóval hozzá nem értés lent ebből az egészből, és akkor így nem tudtuk mit csinálni abban. Még amikor elkerültem Békés Csabára Zalánnal, akkor még voltak előadások, írta a Patlent, ugye azt se tudták, hogy kik ezek a színészek. Az elején alig volt néző, mondjuk egy félház volt, a végén meg már nem lehetett ilyet kapni rá negyedik előadáson, mert kiderült, hogy olyan izgalmas előadást hoztunk létre, vagy évközbeni előadások voltak a Magyar Kultúra Napján, mi kezdtünk el játszani, aztán pontosan a Zalán miatt megtámadtak minket, hogy trágár szöveg van, és nem fogták föl, hogy a romokon emelkedő ragyogásban kik beszélnek trágárul a dúsgazdagok, akik nem tudnak igazából magyarul sem. Na mindegy, szóval, és akkor elvették tőlünk azt, néha évközben volt egy-egy előadásunk, akkor a költészet napján bemutattuk a Vaga István Jóri konológiait, Manó főszereplésével, amit a Városi TV fordult. Egyébként, ahogy említettem, a YouTube csatornámon ott rengeteg előadást meg lehet nézni. Tehát nagyon, nagyon állt itt a helyén minden, és tényleg a rendhagyó előadások voltak, nagyszerű színészek. A végén már nem is rendeztem, mert nem volt rá lehetőség, hanem hoztam ide előadásokat. És amikor a Hevesiből kirúgtak, ezt mondtam, hogy hozzájárult a színház a nyári színházhoz, aztán két hónapban ott van a felmondó levelem, benne van a könyvben, mert hogy nyári színház művészeti vezetője vagyok, akkor lapátra került, és a Garamő György ajánlott föl nekem állást, de hívtak Kecskemétre és Békés Csabára, és itt maradtam Zalaegerszegen. Úgyhogy gondolták, hogy ha elmegyek, akkor annyi a nyári színháznak. És akkor elérkezettnek láttuk az időt, hogy megalapítsuk a Báb Színházat, ez egy lényeges kérdés. Ez az utolsó fejezetben a Vasos könyv. És Garamő György a megyénél, én a városnál verekedte végig a hogy akkor volt a pedagógus elbocsátás, nagyon-nagyon nehéz időszak volt, de végül is mindenki mellettünk volt, akkor elmentem Budapestre, Kovács Gézát lehoztam, és elindult az évad. Jól ment két évig, de akkor nagy ellentmondás volt a színház a vezetése és a fenntartó társulás között, és a Kovács Géza összecsomagolt, és elvitte a színészeket is Zalaegerszegről. És akkor Gyutai behívott, hogy hát te alapítottad a Báb Színházat, akkor meg kell menteni. Hát én nem vagyok bábrendező, de szemben nem jutott, hogy nagyon örültem, van a Báb Színház is kész. Tehát mondjuk a Burraku bábot jobban szeretem, ugye három ember mozgat egy bábot, tehát az egészen más a lényege. És akkor... Itt is előfordul. Igen, most már igen. És akkor beszéltem Zalán barátommal, ő a Kolibri Színházban éppen bábosokat vizsgáztatott, én beültem a vizsgára, rögtön szerződtettem a színészeket, helyett az Alán, ezért kirúgták a Kolibriből, és ide kellett. De elnyúlt a társulatot. Ő is ide jött Zalaeget, elmentem Erdélybe, hoztam onnan rendezőt, és összeraktunk egy évadot, ami rögtön duplájára emelkedett a nézőszám, és minden nagyon jól működött, de az évad végén, ilyen Bőszek Ati volt az ügyvezető igazgató, lejárt a szerződés és pályázatot írtak ki, és érdekes módon Horváth Károly egykori barátom, akit én hoztam a magyar szakmába, ugye zenész volt, 28 közös munkánk volt, én voltam az esküvői tanúja, ő inspirált a Székelyudvari Színház alapításában, ő nyerte meg a Báb Színházat, és olyan módon, hogy ott a megbeszélésen, ahol a pályázatot kellett megbeszélni, szó sem esett a pályázatról, hanem egyszerűen lapát raktak minket. A Bőszek Ati évekig munkanélküli volt, az Alánt rögtön kirúgták, engem nem rúgtak ki, mert ilyen művészeti vezető voltam, egyrészt másrészt pedig akkor volt hátgerincsérvem, és beteg embert nem rúghatnak ki, úgyhogy húztam egy kicsit az időt,
és aztán a következő évben a színház mostani gazdasági vezetőivel beivatott, és azt mondta, hogy hát most leszel 60 éves, két lehetőséged, vagy elmész kényszernyugdíjba, vagy kirogunk. És elmentem kényszernyugdíjba. És így fejeződött be a zalaegerszegi pályafutásom. Hát és nem elég hallgatja, akkor szerintem azt érzi, hogy van egy teremtésben érdekelt ember, valamit teremt, de megtartani, meg mégsem ő tartja meg, vagy nem folytatja, mert mi kultúrafogyasztó Zalaegerszegen azért tudjuk, hogy van színház, van bábszínház, van nyári színház, csak kicsit más, mint ahogy te elképzelted, de hogy az inspiráció, vagy az elindításában ott vagy, az egészen biztos, meg most már könyv is bizonyítja, hogy ez így volt. Meg a másik, ami az embernek eszébe jut, hogy ez a közhely, hogy a saját hazájában senki se lehet proféta, mert minden mellett... Én Szekszárdi vagyok. Béla dolgozik Békés Csabán, dolgozott Kecskeméten, Herszomban is rendezett. Újvidéken, Egerben, Temesvárod, ugye? Igen, Nagyváradon. Marosvásárhelyen, és ez, Szegeden. Ez helyre billenti a lelkedet, hogy egy csomó más helyen igényt tartanak a művészetedre? Nem tudom, mennyire billenti helyre. Hát a Verős Pistának nem régen jelent meg egy interjúra, amiben azt mondja, hogy hívják rendezni, de nem ő választja a darabot, hanem adják. Na most hát nagyobb részt én is így vagyok, és abban a pillanatban már nem igen van perspektíva. Tehát egy pont után pénzért nem fogok rendezni, akkor inkább éhen dövöm. Tehát az engem nem érdekel. Az érdekel, hogy az előadásban az ember kiteljesedhessen a színészeivel együtt. Ez nagyon lényeges kérdés. Néhányat mondanám most a Békés Csabaiból, vagy ami ezt reprezentálja, vagy számodra is bizonyítja? Hát ez ugye nagyon nehéz, mert utóbbi néhány évben úgy kapom a darabokat, szóval ott is ebben a helyzetben vagyok. De hát ott hát ugyanaz történik, mint az ország többi színházában, nagyobb részt a többi színházában, hogy a nagy színpadra csak bizonyos embereket engednek föl, és hát akik jó helyen vannak, tehát ott van az Ibsen, amikor Fekete volt az igazgató, én avattam Ibsen Nórájával, egy térszínházi előadás volt. Most térszínházi előadás van úgy, hogy a színészeknek halvány fogalmuk nincsen arról, hogy kell térszínházba játszani. A rendező egy instrukciót nem ad. A ősmagyarkodás működik, és nem az. Tehát én, miután édesapám felvidéki, édesanyám Erdély, igazán magyar vagyok. De azt tudom mondani, hogy a március 15-én annak idején a kisebbik fiam babakocsiban volt kokárdával, a nagyobbik totyogott mellette kokárdával, mi is. Most pedig március 15-én nem megyek ki az utcára, mert egy csomó olyan hazug ember teszi fel a kokárdát, aki annak idején nem tette föl. És hát ez a probléma, hogy nem, tehát az, hogy itt magunkba kell, színházzal is így vagyunk, hogy magunkba kell megteremteni, és hogyha azt látom, hogy ki vagyok szolgáltatva valaminek, akkor az nem érdekel. És a mostani nagy díj, amit kaptál március 15-et alkalmából, nem, március, az, augusztus 20-et. Az, hogy milyen érzésekkel töltettél? Hát egy pillanatig örültem neki. Hát ha jól tudom, akkor a Békés Csaba színház terjesztett fel, nem? Nem. Nem is Békés Csaba terjesztett fel, és nem is Zalaegerszeg. Hanem egy kiemelkedő politikus Budapestről. Ez a helyzet. Ott elismerték a munkámat, és hát megfogalmazták, hogy miket tettem, és ezért kaptam. És ez nem tart kis helyig, vagy? Nem, az, figyelj, én ennek örülök. Tehát ez ott, és akkor oda van írva, hogy a szocialista kultúráért és magyar aranyért. Szóval mit mondja? Egy helyen tartod őket? Persze. Fiókban van. Tehát az örülök neki, hogy persze az ember vége felé van az életének, akkor kap ilyet. Tehát ugye arra gondolok, hogy a Jászai díjat azért nem kapta meg annak idején, mert nem tudom, hogy hívták azt a fideszes szolnoki polgármestert, akit utána becsuktak, mert zsebre vágta a pénzt. Itt volt Zalaegerszegen, és mondta, hogy
Hát azért nem támogattunk, mert én versmondó voltam Pécset, és nem, te voltál zsűri elnöke, és nem jutottam tovább. Szóval, ja, tehát ilyen páratlan fordulatok vannak, tehát nem érdekel különösebben. Tehát az, hogy ez hogy van, ez is olyan dolog, hogy valaki megbánt téged, és akkor találkozol az utcán, akkor lehajtja a fejét. Aztán egy ponton elkezd rád nézni, és a következő alkalommal elkezd támadni, mert úgy érzi, neki volt igaza. Szóval ilyen. Sokan nagyon kezdve is. Igen, azt hiszem. A szerkezetét végignéztük a könyvnek. Van-e valami, ami még szívesen elmondanád, de nem került szóba? Én csak annyit, hogy itt ezek nagyon részdokumentumok. Tehát nyilván benne van az én tevékenysége. Most a következő könyvem egy memoár lesz, amiben ezek a dokumentumok mellékesen lesznek, ezeket nem fogom beletenni, hanem azt, hogy hogyan éri át. Azt mondtam, hogy nem illik rá hivatkozni, Marx írja a gazdaságfilozófiai kéziratokban, az annak idején a elvtárs időszakban tiltott olvasmány volt, mint ahogy a Engels természet dialektikája, nem is olvasták, hát én olvastam, és abban ír dolgokat, hogy az ember állati létében ember lesz, és emberi létében állat, tehát hogy az ember elveszti alkotó mi voltát. Ugye erre utal, és arra, hogy nagyon fontos megmaradni embernek. És ez egy nagyon lényeges kérdés, mert ahogy nézzük a színházat, tehát az történik, hogy az emberek már nem szeretnek gondolkodni a nézőtéren. Az a lényeg, hogy vicces legyen, jó pofa, jól éreztük magunkat, és másnap miről szólt? Voltam színházban tegnap, szóval nem tudom. Tehát valami ilyesmi, tehát az, hogy amiről most is beszélgetünk, hogyan alakult az életem, hogyan viszonyulok hozzá, lehet, hogy ez egy ilyen vallomás lesz, amit senki nem fog érdekelni rajtam kívül, de hát muszáj valamit csinálni. Tehát ez a leglényegesebb kérdés, hogy az öregedésnél mi történik? Hogy az ember reggel fölkel és nincs semmi célkitűzése, akkor baj van. Hogyha este lefekszik és nincs reménye, akkor baj van. Tehát valamit kell csinálni. Zalán barátom mondta, hogy írjál. Ja, Alexandre Gonobolin zeneszerző barátom, aki Erszóból elmenekült Franciaországban van, azt mondta, hogy írjál. Aztán majd megjelenik, vagy azzal nem kell foglalkozni. Az ember belegondol, akkor rögtön egy pesszimizmus jön végig, mert az életet ugye a halállal kezdjük és halállal fejezzük be. És mi marad utánunk? És jelente valamit számomra, hogyha most megmaradnak az írások? És meddig marad a Föld? Most ugye azt mondták, hogy nincs klímaválság, kiderül, hogy van klímaválság. Az, hogy nincs háború, most kiderül, hogy van háború. És így tovább. Nem is érdemes belegondolni, tehát igazából nagyon fontos, hogy az ember adjon magának valamilyen feladatot. Mert ugye végighajtottam egy életet, volt, amikor egy évben hetet rendeztem, ami azért elég komoly házi feladat, és nem volt időm gondolkodni, és mármint ránézni kívülről, mert ugye a gazdaságfilozófiai kéziratban azt írja a Marx, hogy amíg az ember kívülkedve az eseményekben rálát, akkor látja az összefüggéseket. Én most vettem észre, hogy akkor azért írtak ki, vagy azért írták ki a színháznevelési kísérletemet, hogy kikerüljek ebből az egészből, akkor nem vettem észre. És nyilván, hogy ezt megírom, akkor sokkok sorozata következik be, mert Jézus Mária nem vettem észre, én mániákosan csináltam a dolgot, most meg ezt akarom megírni. Jó, hát akkor ilyen, majd mi olvasunk, jó? Megérhetjük olyan. Nagyon szépen köszönjük, nem tudom, nektek van esetleg kérdésetek? Nem ajánlom. Ha kimerítőek voltunk, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, legközelebb, nem tudom, mikor jelenik, legközelebb a memoáriának találkozunk, jó? Kérjük meg egymásnak, köszönjük. Köszönöm szépen. Még a prízurákban szeretném. Az a jó.
Nem tudom, hogy lesz-e rá pénz, tudod?